Az urnanyitást követően az elsők között adta le szavazatát Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei RMDSZ elnöke. Annak ellenére, hogy a Maros megyei magyar közösség a múlt héten jól szerepelt a szavazáson, ma még többen kell részt vennünk ahhoz, hogy megvédjük jogainkat, fogalmazott. Akkor a reggeli órákban voksolt Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei RMDSZ elnöke szülővárosában Erdőszentgyörgyön. Elmondta, soha ilyen veszély nem veszélyeztette az erdélyi magyarok jogait, mint most a parlamenti választások napján és az elnökválasztás második fordulójának küszöbén. Nem veszíthetünk újra magyar közösségként, én erre szavaztam, a magyarok hangjára, a magyarok erejére, hogy ott legyünk a román törvényhozásban, és tudjuk képviselni azokat a jogokat, amelyek a legnagyobb veszélyben vannak az elmúlt 35 esztendőben. Hozzátette, múlt hét óta olyan szélsőséges erők erősödtek meg Romániában, amelyek veszélyt jelentenek az erdélyi magyarokra is kivívott jogaira. Ezért minden magyar ember szavazatára szükség van ahhoz, hogy meg lehessen védeni az erdélyi magyar közösséget.